Európa száz legnagyobb vállalata közül nullát, azaz nullát alapítottak az előző 40 évben. Én ezt kommentár nélkül küldtem tovább neked. Mi volt az első benyomásod erről, Marci? Hát egyrészt, amit a címbe írtam. <laughs> nyilván ez csak persze a szójáték része, de ami érdekes volt nekem ebben, egyrészt, hogy amikor az ember egy pillanatra így megáll, és, és így elkezd gondolkozni, hogy várjál, ez most ez most tényleg így van? Vagy, vagy fel tudok-e azonnal idézni legalább egy olyan célt? Ez biztos nem igaz. Tehát ugye rögtön, rögtön ez, nem, ez túl erős ez az állítás. A negyedik javaslat a CIA-nek, hogyha szeretnéd a munkahelyedet bomlasztani, hogy hozz uh, fel irreleváns, lényegtelen témákat olyan gyakran, amilyen gyakran csak lehet. Lehetőleg minél többet beszél olyan témákról, amelynek semmi köze a munkádhoz, feladatodhoz. És, és ezzel akkor a CIA-nek egy kiváló ügynöke vagy a munkai bomlasztásban. Ne felejtsd el majd a végén benyújtani a csekket a központi írszerző ügynökségnek, hogyha ezt sikerült megtenni. Tehát ne tegyünk már úgy, mintha a kreditsz vissza az elmúlt két évben, kezdte volna rejtegetni offshore számlákon többek között bérgyilkosok, meg nem tudom milyen embereknek a pénzét. Hát ez... <laughs> mint a svájci bankok nem segítkeztek volna Argentinába szökni a náci tiszteknek, meg, meg a korábbi náci felsővezetőknek. Hát, én, ezt a képmutatást nem, nem nagyon bírom elviselni, ami, ami e körül van, hogy akkor itt van a nagy megdöbbenés, a nagy megdöbbenés a 100 millió dollár, hát most őszintén szóval ezt nagyjából erről röhögve fogják kifizetni. Sziasztok, ismét itt vagyunk a kandalló mellett, most már nagy nagykorúak vagyunk, hogyha lehet így mondani, 18. alkalommal ülünk itt az online Vélemény műsorában, és ismét három témáról fogunk beszélgetni, amelyek a CIA-től, Európa legnagyobb 100 cégén át egészen a harmadik témánkig egy 100 millió dolláros bírságig terjednek. És ismét aktualitásokra reagálunk, nem annyira oktató jelleggel, inkább rá akarunk világítani egy, egy olyan üzleti, illetve vezetői hírre, amelyeket érdekesnek találtunk. És ismét a Twitteren találtunk több ilyen hírt, illetve érdekességet, amely közül az első az egy elég, hát mondjuk úgy, hogy ha fact check kéne, akkor megmondom őszintén, hogy nem tettem meg, de elhiszem azt, ami ide le van írva. Te így írtad, hogy régen minden cég jobb volt. A tweet pedig úgy hangzik, hogy Európa 100 legnagyobb vállalata közül nullát, azaz nullát alapítottak az előző 40 évben. Én ezt kommentár nélkül küldtem tovább neked. Mi volt az első benyomásod erről, Marci? Hát egyrészt, amit a címbe írtam. <laughs> nyilván ez csak persze a szójáték része, de ami érdekes volt nekem ebben, egyrészt, hogy amikor az ember egy pillanatra így megáll, és, és így elkezd gondolkozni, hogy várjál, ez most, ez most tényleg így van, vagy vagy fel tudok-e azonnal idézni legalább egy olyan célt? ez biztos nem igaz. Tehát ugye rögtön, rögtön ez nem, túl erős ez az állítás. Belegondolsz végigpörgetve így a, de tudom, ezeket a nagy céges sikertörténeteket itt az elmúlt pár évből, hogy, hogy hát, hogy valóban ez a helyzet, és, és, hogy mennyire túl van pörgetve az a fajta ilyen, nem akarom nagyon rájuk tolni ezt az egészet, de mégis nem tudom nem rájuk tolni erre az egész startup jelenségre, ami hát azért nem csak a tengeren túl, hanem, hanem Európában is most egy divat, egy, 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 rendkívül felkapott trendi dolog startupokat alapítani, mert most már minden lehetőség adott, most már ki van nyitva előttünk a világ, itt az internet, és ugye ez, ez az egész ilyen korszellem nagyon-nagyon erősen megágyazott ennek a startup kultúrának, hogy na most tényleg egy garázsból el lehet indítani a következő Microsoftot, és amikor meg itt van egy ilyen egymondatos mondatos tweet, akkor jön így szembe a valóság, mint a déli busz, hogy tehát egy kicsit késik, de egyébként nem múlik, és a frontális ütközés elkerülhetetlen a valósággal, hogy basszus, hiába ez a hel elképesztő technológiai forradalom, meg, meg, környezetváltozás a cégek életében, hogy valójában mégsem sikerült. Tehát, hogy ott a nagy ígéret, ott a nagy mítosz járt, és nyilván ebbe Hollywoodot meg az egészet nem lehet kívánni, és azért az Egyesült államokra ugye ez most nem igaz, mindez, de hogy megfogod ezt az ilyen európai kultúrától picit idegen vagy nagyon idegen vállalatszervezési gazdasági elvet, így beülteted ebbe, megágyazol neki néhány blockbusterrel, lásd alapító, meg a közösségi háló és stb. és akkor tényleg az emberek egyébként tömegével elkezdenek ilyen jellegű startupokat építeni, és akkor ott van a végén, hogy oké, okay, ez mind szép és jó, de ezeknek egy jelentős része bedől, és ami nem is dől be, Abból viszont nem lesz egy akkora cég, amire azt mondanánk, hogy oké, okay, ez már szemmel látható, meg világgazdaságilag értelmezhető. Szóval ez volt az első gondolatom, hogy, hogy vajon hány ilyen dolog van még, amire most azt mondjuk így kritika nélkül, vagy gondolkodás nélkül, hogy ez egy szuper dolog? de aztán ott jön a kió, kiózanító valóság, hogy hát lehet, hogy ezek a rohat elavult, bürokratikus, szörnyű, elavult iparágokban működő cégek, azért még mindig ezek jelentik mondjuk ennek a kontinensnek, így a gazdasági gerincét. Igen, nagyon érdekes az, hogy igazából ez egy tény, amit elhangzik, és továbbra sem tudom, hogy mit jelent az, hogy a száz legnagyobb, gondolom, hogy itt a piaci értéket jelentheti ez, nem tudom, hogy bevételt vagy nyeressége, de szerintem inkább a piaci értéket jelentheti. Ami olyan szempontból érdekes, hogy vannak szerintem a legnagyobb vállalatok között olyanok, amelyek nem, nem részvénytársaságok, tehát ott elég nehéz megbecsülni azt, hogy mennyit érhet az adott társaság. Ha jól tudom, akkor az ara is ilyen, illetve a az arának az cége. ugye a spanyol úriembernek a, a vállalata, az IKA is magánkézben van továbbra is, meg van, van még egy néhány ilyen cég. E, és hogy erre a tényre mennyiféle különböző értelmezés érkezett válaszként, hogy itt nyilván az egyik ilyen tipikus érkező reakció az, hogy hát Európa és az innováció halála, hogy az Egyesült Államokban mennyi viszonylag új cég van, bár itt is ugye a 40 év az viszonylag önkényes, mert hogyha megnézzük a Microsoft meg több nagy szilícium völgyi cégnek az alapítását, ezek mind 30 és 40 év között kerültek megalapításra, itt akár a, most nem akarok butaságot mondani, hogy a HP is közéig tartozik el, de, de sok ilyen, egy, ilyen régi szilíciumvölgyi cég az, igen, ott a 70-es évek környéken került megalapításra, az Apple-től kezdve, és a többi. Egyébként megdöbbentő, hogy ezekre a rendkívül innovatív cégekre, amikor belegondolunk, hogy hány évesek, és látjuk, hogy a Google lassan 30 éves, tehát nem csak lassan, hanem igen, most már lassan 30 éves, 30-40 éves cégekről azt, beszélünk. Az arát 47 éve alapították az ikát, 40-es évek már. Szóval. Így van, így van, ezek is mind-mind öreg cégek, de hát folyamatosan növekednek. A másik, amit említettek, ugye erre válaszként, hogy ne szórakozzatok, mert persze felvásárlások, és persze megvette a nagy cég, a kisebb innovatív céget, beépítette a saját gyakorlatába és a többi. Ez mind valid. Ugyanakkor Látok abban némi igazságot, amikor itt az innovációról van szó, hogy ennek azért mégiscsak az előző évtizedekben inkább az Egyesült Államok volt a motorja. És ilyen szempontból egyébként az Európai Unió kevéssé váltotta be talán a reményeit azzal kapcsolatban, hogy nem lett annyira homogén, egységes az EU-s piac továbbra sem, hiába szűntek meg ezek a határok az Egyesült Államokkal olyan szempontból elég nehéz versenyezni, hogy ott egy 350 milliós piac, akik azért jó részt beszélnek angolul, jó részt kulturálisan hasonlítanak, bár persze ezt, hogy amerikai kikérné magának, de csak azért, mert Európában nem járt még mondjuk egymás után Svédországban és mondjuk egy borsodi kis településen, tehát, hogy ott egy kicsit nagyobbak a kulturális távolságok. Úgyhogy ilyen szempontból vannak, vannak hátrányok itt Európában, ami miatt talán ez nehezebben is alakult volna ki. Igen, ugye amikor itt bedobtad az arát, akkor ugye én 50 évre satszoltam ezt így magamban, és, és tényleg elég közel van hozzá, de hogy, de hogy ez a kvázi régi sztorik, azért is írtam, hogy ezt a régen minden cég jobb volt a dolgot, de hogy régi, és hogy amikor, amikor van -e egyszerűen egy olyan érzésem, amikor ilyen híreket olvasok, meg az erre való reakciókat olvasom, hogy mintha elfordítanánk egy picit így a fejünket a valóságtól, és ugye megy ez a nagyon erős kritika a, a múlttal szemben, főleg az, a gazdaság területén érzékelhető ez, hogy hát ez ilyen poroszos, ez, és akkor ez meg egy kedves jelző volt, ez ilyen elavult, meg régi, meg hát ezt ma már nem így csináljuk, ma már jobban csináljuk, stb. És valójában azért a, és mondjam, a legfontosabb szempontból, ami az üzleti eredményesség, hogy az az adott szervezet egyébként mennyire képes olyan munkát végezni, amit a piac nagyra értékel, Azért ebben ez a fajta kedvenc szavadat hagy be, kronológiai sznobizmus, ez így hát nem tűnik túl indokoltnak. Na, tehát, és persze ennek valóban megvan ez a széttagoltság, meg kulturális a nagy különbségek, stb. is ott van a, a és mondjam, hogy a, ott lehet a hátterében, de én erősebb visszahúzó erőnek érzem ezt, hogy, hogy bizonyos, abstrakt elvek, értékek és egyebek mentén, mint hogyha egy kicsit önmagunk ellenségeivé próbálnánk tenni saját magunkat. Hát, hogy megkötjük a kezünket, akár ilyen üzleti-gazdasági téren is, és, és mondjuk azt, hogy jó, 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 hát Értem, hogy fontos a, a, a profit, de hogy az azért mégis fontosabb, hogy naponta 16 órát beszéljünk arról, hogy mi legyen a missziós üzenet. És, mert hogy ez így célrevezető? Hát nem, nem annyira célrevezető. És én tudom, hogy megalapozottan érik kritikák egyébként a, a nagyvállalatokat sok tekintetben. Tehát, hogy én, amikor éppen nem cégvezetői minőségben ülök ebben a sárga fotelben, ebben a szép sárga fotelben, ami ikás fotel egyébként, csak hogy visszatérjek a kis példádra, akkor, akkor nekem is nagyon súlyos kifogásaim vannak egyébként bizonyos nagyvállalati gyakorlatokkal szemben. Tehát az, hogy milyen áron érik el ezt a profitot, legyen szó akár a, a tevékenységük által végzett környezetpusztításról, vagy az, hogy hogyan tudnak bizonyos, hát kevésbé iskolázott munkásokat lényegében hát kizsákmányolni. hát ez, talán ez nem túlzása például az Amazon raktárban dolgozó emberek helyzetéről beszélünk, hogy hogyan próbálják letörni a szakszervezeti és egyéb nem tudom követeléseiket vagy megmozdulásaikat. Tehát, hogy én nem vagyok vakarra az ára, amit ezek a cégek a nagyságért fizetnek, vagy fizettetnek meg másokkal, de az elvitathatatlan, hogy azért... Az üzleti eredményesség szempontjából, meg a világ egészére gyakorolt hatás szempontjából nagyon-nagyon nagy különbség van egy 30 évvel ezelőtt alapított európai cég, meg egy 30 évvel ezelőtt alapított mondjuk technológiai startup között, amiből azóta mondjuk a világ legértékesebb cége lett. Lásdepa. Igen, és minthogyha túlbecsülnénk egy-egy személynek, vállalkozónak vagy vállalkozói körnek a szerepét ebben, és alábecsülnénk a történelmi időknek a jelentőségét. Tehát az, hogy mit jelent ma egy új autómárkát indítani, és ebben mondjuk a Tesla az egy, az egy külön sikertörténetnek számít, bár a mai napig kétséges, hogy ez végül is sikertörténet lesz-e vagy sem, illetve hogy itt mennyi mesterséges hátszél és hype és egyéb dolog kellett ahhoz, hogy valaki megteremtse azt a piaci környezetet mindenféle állami támogatásokkal és a többével, hogy ez lehetővé váljon. Ez elvitathatatlan. De hogy amikor arról beszélünk, hogy a Toyota, amikor arról beszélünk, hogy a General Motors, amikor arról beszélünk, hogy a Microsoft vagy az Apple, akkor ennek a, ezeknek az egyéneknek a zsenialitását látjuk, ami tényleg ott van de hogy mellette ott volt egy történelmi lehetőség, ami ma már nincsen nyitva. És Richard Rumeltnek a könyvében, a Good Strategy, Bad Strategy című könyvében olvastam arról, hogy amikor Steve Jobs visszatért az Apple-höz, 90-es évek végén, 99-ben volt talán, és az Apple eh, nagy bajban volt, ott racionalizálta a működést, a csomó terméket kihajított a kukába, eh, olcsóbbá tette a gyártást, elküldött egy csomó embert, és a többi, és megkérdezték tőle 2000-2001-ben, oké, stabilizáltad a céget, mi lesz a következő nagy áttörés? Mert hogy a pixar megcsinálta azt, amit csinált, meg a Next című cégnél, amit végül is felvásárolt az Apple, szintén megcsinált egy áttörést, és megkérdezték tőle, hogy na, akkor az Apple-nél mi lesz a stratégia? És Jobsnak a válasza nagyon érdekes volt ebből a szempontból. Azt mondta, Megvárom, hogy mi lesz a következő nagy dobás. I will wait for the next big thing. Mert hogy ő tudta azt, hogy ameddig nincs nyitva egy történelmi lehetőség, valamilyen körülmény, ami nem rajta múlik, arra, hogy egy igazán nagyot dobjon, addig minek stratégiázunk? Addig minek mondjuk azt, hogy akkor itt lesz a nagy áttörés? ez megtörtént aztán ugye, amikor egyre kisebb méretűek lettek a hardverek, aztán jött ugye a mobil internetes technológiának az elterjedése, tehát megszületett az iPhone, ami egy gigantikus nagy dobás volt, és az apple azóta sem volt ekkora dobása, tehát a teljes ökoszisztéma. Azóta ugye mindenki szígy, nem szídja az Apple, de mondják, hogy hát hol van a forradalmi újítás. Látni kell, hogy ennek volt egy hardveres háttere, ami miatt ez megtörtént. Ugyanígy a Toyota-nál ugye a lényegében az Egyesült Államoknak az elavult gyártási technológiái, a begyöpösödött nagyvállalati struktúrái miatt versenyképességekben nagyon tudták verni őket meg ugye az olcsó ö, japán acéllal és a többi, tehát hogy nagyon tudták verni az amerikai gyártást. Ezek történelmi lehetőségek voltak Facebook dettó. És hogyha megnézzük, hogy a Facebook hogyan tudta azóta megismételni ezt, hát fel tudta vásárolni az Instagramot, fel tudta vásárolni a Whatsappot, és már egy pár éve ugye, amióta a politikai Párjává váltak azóta a felvásárlásoknak annyi. Most próbálják meglépni a következő nagy lépést, ez a metaverzum, ami, ami igazából egy olyan trend, amit ők akarnak kialakítani, de nincsen különösebben. Euh, nem, nem látom, hogy itt lenne ez a történelmi idő. És szerintem éppen ezért hiába mondjuk azt, hogy száz legnagyobb cég között vannak a világon. Erősen kétséges, hogy meg tudják ezt lépni. Igen, illetve hát az az érdekes, ugye, hogy ez akkor vajon mi beágyazódik bele, vagy milyen, milyen, és tetszik, amit mondasz, hogy persze nagy egyéniségekről beszélünk, mert így könnyebb történeteket mesélni, de hogy, hogy ezért fontosak ezek a helyek, a, ezek az ilyen szilíciumvölgyek, de hát most nem kizárólag a szilíciumvölgyről van szó, szóval ezek meg tudnak képződni Európában, ugye ez is hiányzik például, hogy nincs egy ilyen koncentrált Firenze, ahol, ahol létrejöhetnének ezek a cégek, ahol egyébként például nem az történne, ami Magyarországon is nagyon jellemző, hogy van 15-20 ugyanazon a piacon, ugyanazt a terméket és ugyanazt a szolgáltatást fejlesztő, előállító, gyártó cég, akik 20 20 különböző formában csinálják ugyanazt, 20 különböző formációban, húsz különböző pozícióban, stb. és mindent rengeteg párhuzamossággal, ahelyett, hogy mondjuk ezek így egy cégé váljanak. Tehát ez is érdekes, hogy kivásárol fel az ilyen helyzetekben általában, nem az európai cégek szokták az amerikai cégeket felvásárolni, és ez nem feltétlenül egy tőke kérdés egyébként, hanem egyszerűen szemléletbeli kérdés. Tehát, hogy törekszünk-e vajon erre, amire a Disney is szokott, ugye, hogy, hogy, hát hogyan tudom különböző felvásárlásokkal ezt a, ezeket az erőforrásokat a legoptimálisabban egyébként elrendezni. Ez valahogy, ez a fajta ilyen együttműködési kérdés, mert hogy itt azért vastagon nem pusztán üzletről van szó, hanem arról, hogy ezek az emberek képesek arra, hogy együttműködjenek utána egymással. Még akkor is, hogyha egyébként akár ősi riválisok, most ha már az Apple-t emlegetted, azért ott és mondjam, a Bill Gates nélkül már nem lenne Apple. Igen. és ő konkrétan beszállt az Apple-be. Tehát És miközben... egy ilyen trösztellenes vizsgálatot akart elkerülni ezzel, hogy nehogy véletlen az Apple csődben menjen, és egyedül maradjon. Így van, így van. A vizsgált cégével, tehát persze. Így van. csak hogy mint, hogy ennek a kulturális háttere nálunk azért így annyira. Úgy nem, ez egy innovációs zsenialitás volt. Így igen, van. Igen, igen, Nagyon tudatos üzleti stratégia. Na jó, hát igen, egyébként a e tekintetben nagyon érdekes a fukuyama -nak nem a történelem hanem a Bizalom című könyve, ami ugye a között van párhuzamat, és itt részben a toyota is ezzel magyarázza ő a maga részéről, hogy ugye minél magasabb a bizalmi szint az adott országban, most ezt így nagyon nehéz persze megfogni, de hogy az együttműködési képesség, stb. annál valószínűbb, hogy létrejönnek a versenyképességnek a, a gazdasági feltételei is, és ő ezzel magyarázza a például Észak- és Dél-Európa között hát elég erősen kimutatott versenyképességi különbséget, hogy miközben például az olasz gazdaság hagyományosan családi vállalkozások köré szerveződik, mert hogy a családban nagyon erősebb bizalom, de a családon kívüli egységekben pedig minimális, vagy szinte semmi, addig például az északiaknál ez nem teljesen így van. És Látjuk, hogy azok a startupok, amik elindultak, azért így nagyon szépen bekarikázható a térképen, hogy a oké okay, lehet, hogy nem a leg száz legértékesebb cég közé van, de akikről azért európai szinten szoktunk beszélni, hogy ezek azért sikeres vállalkozások, azért ezek ott úgy, úgy feljebb vannak a térképen, és talán ez sem, ez sem véletlen. Szóval én mindig azon, amikor az innovatív gént adtuk ki, akkor is veszem, kaptam egy ilyen kérdést, hogy de hát hogy hogyan lehet, mert hogy egy ilyen környezetben ám lehet innoválni, stb. És akkor így mondtam, hogy nem attól lesz egy ország vagy egy cég innovatív, hogy van innovációs minisztériuma, meg kap egy csomó pénzt Hát látjuk, hogy nincs az a pénz, amit ne lehetne hülyén elkölteni, meg hát nincs az a dolog, amit ne lehetne egy minisztériumi bürokráciával megfojtani. Nem ezen múlik. És hogy akkor mi múlik? Persze múlik a nagy az oktatáson, meg sok minden máson, de azért alapvetően azon is múlik, hogyha mondjuk egy coworking irodába ül öt darab egyéni vállalkozó, és mind öt mondjuk webet fejleszt, akkor mondjuk az az öt lehet, hogy csinálhatna egy közös valamit, és lehet, hogy egy picit messzebbre jutnának. Tehát ö, Szerintem a magunk mikroszintjén, azzal a minimális hatással, amivel rendelkezünk, például tehetnénk azért is lépéseket, hogy mondjuk beférjen egy nemrég alapított európai cég is a világ legértékesebb cége közé. Reméljük, hogy az egyik ilyen a hallgatóinké lesz majd. Küldjetek majd néhány év múlva nem memót, hogy hallgatnátok ezt az adást. Hát, hogy inkább még most egy ajánlatot, hogy beszállásra. Igen, nagy öröm. No, hát ha már az Egyesült Államoknál járunk, akkor nézzünk egy kicsit arrébb egy betűs intézményhez, CIA-hoz, akik még a hidegháború idején közzétettek egy útmutatót ahhoz, hogy hogyan lehet egy szervezetet szabotálni, és úgy általában ö, megakadályozni ö, azt, hogy ez a szervezet jól működjön, és én nem tudom, az benyomásom az volt, ha ezt az útmutatót olvasva, hogy mintha néhányanak ezt félreértették volna, és egy ilyen működési útmutatóként használnák jelenleg a szervezetben. Hát igen, amit a CIA szabotásra használnak, azt mások cégvezetésre használják. Szerintem ez tök oké. Okay. Elképesztően jót röhögtem, amikor be belinkeltad ezt a közös kis ö, ö, csoportunkba, és ez, ez is egy Twitter bejegyzésem, vagy hát a tweeten keresztül jutott el hozzánk, és ö, be is van még az eredeti dokumentum ö, pakolva, ahol kisárgázta, ugye a szerző úgymond a lényeget, és aztán ezt összefoglalta, de hát elképesztően jó, jó, jó pontok voltak benne, és hogy mennyi mindenről hallunk, pozitív ö, ilyen tehát is mondjam, szervezetirányítási, vagy csapatvezetési, vagy egyéb, egyéb témákkal foglalkozó szakemberek tollából jönnek az ilyen jellegű tanácsok, hogy beszélj rengeteget, meg, meg hát ez ugye ez a folyamatos kommunikációra van szükség, meg, meg nem tehát tehát egy ilyen tehát, sírtam, sírtam a röhögést. Tehát ez elképesztő, elképesztő. Széjjé bomlasztani akart, a trénerek meg Google Translate-tel egy kicsit félrementek, és, és azt mondták, hogy ja, hát akkor ez így kell. Lehet az első mondat lemaradt. Igen. a címet nem olvasták el, vagy ez mire is van. Avassuk be nézőinket is. Az első ilyen javaslat kémeknek a munkahelyi bomlasztáshoz, Ragaszkodj ahhoz, hogy mindent a megfelelő csatornákon keresztül kelljen végezni. Soha ne enged azt, hogy ilyen rövid, rövidebb utakon keresztül valaki képes legyen döntéseket hozni, és kikényszeríteni ilyen döntéseket. Hát azt gondolom, hogy ez a mai napig működik, amikor nem megfelelő helyen, nem megfelelő módon teszel valamilyen gyors javaslatot, akkor hát ez, ezt, ezt nem fogadják szívesen. De a második ponttal is azt hiszem, hogy sok is kollégánk tud azonosulni. Tarts beszédeket. Igen, hát hogy beszélj annyit, amennyit csak tudsz, és, és olyan hosszan, amilyen hosszan csak lehet. Um, igen. Tehát uh, hosszú anekdotákkal uh, támaszd a történetet. Egyébként azon gondolkoztam, hogy ezt vajon olvasták az ilyen storytelling kurzusokat tartó személyek. Na jó, mindegy. Uh, elképesztő, uh, elképesztően vicces, tényleg. Ez a <laughs> make few appropriate Patriotic Comments, ez pedig egy különösen tetszetős A Hazafias megjegyzéseket is tegyél időnként. Így van. De az a hazafiast azt nyugodtan be lehet helyettesíteni szerintem éppen azzal a newspeak-kel. Az adott szervezetben éppen trendi. Tehát éppen amilyen vonaton ül a szervezet, akkor ennek megfelelően tegyél egy pár nagyon, nagyon fontos megjegyzést, akár tartsa egy jó hosszú beszédet arról, hogy a cég küldetése hogyan az áll. Az alapértékeink. Az alapértékeink így van, hogy mi mellett állunk ki, mi mellett harcolunk, de semmi köze ne legyen a munkához. Ez a legfontosabb. Így lehet szabotálni ezt a munkáját. Így van. A következő pont is nagyon tetszett, a harmadik pont így hangzik. Amikor csak lehetséges, küldj minden ügyet különböző bizottságokhoz, azért, hogy azt továbbiakban tanulmányozzák és átgondolják, és igyekez, hogy ezek a bizottságok lehet, a lehető legnagyobbak legyenek, soha se tartalmazzanak kevesebb, mint öt embert. Ugye, hogyha valamit szeretnéd, hogy nehogy megvalósuljon, akkor arra állíts rá egy külön bizottságot, és ők csak gondolkozzanak rajta, tegyenek esetleg javaslatokat, és mindig legyen benne a lehető legtöbb ember, és ha lehet, akkor havonta találkozzanak. <laughs> Nagyon nehéz erről egyébként ilyen halálkomoly arccal beszélni, mert hogy tudva tudjuk, hogy miért született ez a dokumentum, és közben meg látjuk, hogy ez történik, könyörgöm. Hát számtalan szorék, még akár külsős tanácsadóként is hívtak minket ilyen bizottságokba, amik, amik, amiknek nem igazán értettük a létjogosultságát, ugye egy volt partnerünknél, ez meg ugye az ünnökségi időszakban volt, hát ilyen úgymond stratégiai megbeszélés hívtak össze, minden munkatárs ott volt, ez akkor ilyen 15-16 munkatárs, hívtak minket is, mai napig nem teljesen értem, hogy miért, és ott voltak az úgymond ilyen, ilyen kiemelt partnerek is, mint egy ilyen vének tanács, ott ültünk 40-en, én nem is emlékszem már pontosan, azt mondom, hogy rohadt meleg volt, ott ültünk 40-en, és akkor most találjuk ki, hogy, hogy mi lesz a következő 5 évnek az iránya. Hát erre pont tök alkalmas ez a 40 ember, úgy, hogy az egyetlen személy, aki erről igazából döntést hozhat, ugye ez a tulajdonos ügyvezető, ő tudatosan a leghátsó sorba leült, és nem szólt egy szót sem, mondvá, hogy én nem akarom befolyásolni, hogy itt mi fog történni. A egy non-profit szervezetnél volt egy ilyen tapasztalatom, amikor a krízisbe került ez a szervezet, mert hogy egy fő tevékenysége az megszűnt, nem lehetett már tovább folytatni, és hát kérdéses volt, hogy hát akkor mit fogunk csinálni. Tehát nyilván, hogyha létrejön egy non szervezet egy bizonyos célra, ami összefogja a támogatóknak, a tagoknak a 80 át és ez a tevékenység egy két hónap múlva megszűnik, ez egy elég sürgős helyzet. Hát ezt sikerült úgy kezelni, hogy akkor így három hetente hívjunk össze két-három órás megbeszéléseket, 10-12 személlyel, és, és írjunk össze nagyon-nagyon sok dolgot, hogy mit kellene, hogyan kellene csinálni. Ennek a vége az lett, hogy egyébként nem változott semmi. Szerencsére jött egy nagy támogató, aki végül is kihúzta ezt a szervezetet a bajból, és így eldöcög. De nem, tehát ennek semmi jelentősége nem volt. Cserébe egy páraknak, az is mondjam, elege lett a végére között nekem is, és akkor így mondtuk, hogy srácok, ez egy kicsit drága az időnk. Két dolog jutott meg erről eszembe, az egyik egy közelmúltbeli élmény, online pódium, Jack Welch és a bürokrácia, ha még nem látod a videót, akkor légy nézd meg, mert azért abban van nagyon sok igazság amit ott a Welch mondott, és neki tényleg sikerült egyébként versenyképes szervezetet építenie, tehát ő nem fogadta meg a CIA tanácsait, vagy hát nem kezelte a CIA tanácsait vezetés elméleti kézikönyvként. A másik meg az elnök emberének az a jelenete, amikor az elnök még ott az elején, párt lett, hát óvatoskodik, ugye ez még a ez még a, a, nagy rászmélés előtt van, hogy akkor itt most ő, tulajdonképpen így alakíthatná is a dolgokat, és nem csak elszenvednie kéne. És hogy hogy jelzi, vagy, vagy, mi, az, ami, mi az a forma, ami jelzi azt, hogy ő mennyire nem áll bele a bizonyos konfliktusokban, hogy ugye na, alacsonyabb rendű munkatársokat küld, és felállít ilyen kis egyeztető bizottságokat a témában. És ő úgy fogalmazza meg, hogy hát, hogy már mártsuk bele, azt hiszem, nem a magyarban teljesen pontos, de hogy, így, hogy így a lábujunkat így dugjuk bele a vízbe. Na hát, hogyha ha nem akarsz elérni tényleg semmilyen komoly változást, nem akarsz a döntéseket hozni, akkor és csak bele akarod mártani a nagy a vízme állíts fel egy bizottságot kiváló emberekből, és lesz egy fantasztikusan jó, de egyébként semmit nem érő javaslatcsomagod, mert hogy mi hiányzik ezek mögül általában? Hát egy döntés. És ugye a döntés ez nem pusztán a rossz, hogy kiválasztunk két opció közül valamelyiket, hanem hogy ugye ezt abba úgy még bele is toljuk az effortot a végrehajtásba. Na most a bizottságok azok hát híresen nem azok a szervezetek, amik képesek menedzselni döntéseket. Ezt még mindig csak a menedzserek tudják megcsinálni, úgyhogy talán le kéne szokni erről a bizottságos díról. A negyedik javaslat a CIA-nek, hogyha szeretnéd a munkahelyedet bomlasztani, hogy hozz fel irreleváns, lényegtelen témákat olyan gyakran, amilyen gyakran csak lehet. Lehetőleg minél többet beszél olyan témákról, amelynek semmi köze a munkádhoz, feladatodhoz, és, és ezzel akkor a CIA-nek egy kiváló ügynöke vagy a munkai bomlasztásban. Ne felejtsd el majd a végén benyújtani a cseket, a központi írszerző ügynökségnek, hogyha ezt sikerült megtenni. Az ötödik pedig, hogy legyen szőrszáhasogató a pontos szóhasználattal kapcsolatban, a különböző kommunikációban, a, a meeting memókban és a hát a megállapodások során. Hogy pontosan milyen szót lenne érdemes itt használni? Ezt a szót, vagy ezt a szinonimát, mert ez nem pontosan ugyanazt jelenti. Nagyon jók ezek a stratégiázások, nem? megint csak eszembe jut az a non-profit szervezet, és hát ilyen stratégiai megbeszéléseken ezen ment a téma, hogy az a doksa, amit végül aztán soha senki nem fog elolvasni, ott most együttműködés szerepeljen, vagy kollaboráció. Még ez nagyon fontos példa. Sok CIA-idnök dolgozik ezeknél a szervezeteknél. Meg valószínűleg a pártpolitika környékén is sok a cia nő, mondjuk ezt most te is keverjük ja, teljesen nem. ide. Ah, De hogy az csak eszebe jutnak régi-régi emlékei, és a posztalom az így kezd is rajtam kiütközni lassan, amikor Hát minden, minden magyarországi története közül ennek a pártnak volt a legtöbb kongresszusa, ez, és ezt, ugye ezt a pártot 2009-ben alapították, ez elég sok mindent elmond, ugye az elején azért a környékén elő-elő fordulgattam, és amikor a 14. kongresszus szólt az alapszabálymódosításáról, ahol szavakon ment, ment a vita, még véletlenül sem azon, hogy, hogy mondjuk mi legyen a politikai stratégiája az illetőnek, az illető szervezetnek. A, hát ez sokat elmond, hogy úgy érzem, hogy bele volt kódolva a szétesés, de most már értem. Tehát lehet simán, hogy a küldöttek, mint CIA voltak. Sajnos nem, csak, csak végtelenül de... <laughs> most A Következő javaslat, ez már a hatodik, hogy utalj vissza olyan ügyekre, amelyekben már döntés született az előző megbeszélésen, és próbáld meg újra nyitni az adott témát, a kérdést, és hát megnyitni ezt a döntést, hogy biztosan jó -e ez így. Peti, nincsenek tabuk, hát fel kell vizsgálni mindig a prioritásainkat, nem? Meg a van. döntéseinket. Így van, az a legjobb, hogyha a 15. kongresszusnál, miután sikerült leütni az alapszabályt, a 16-nál valaki egy napi rendelőtti felszólalásban elmondja, hogy szerinte ez így nincsen rendben, és hogy újra megnyitná ezt a kérdést, nem? Hát ez így szokott lenni, de egyébként ne tudjuk úgy, mintha ez a cégeknél nem lenne egyébként napi szinten így, könyörgöm. Tehát biztos, hogy minden egyes vezetői csapatban van legalább egy olyan személy, aki képtelen elfogadni azt, hogy itt erről a döntés született, és az ugye nyilvánvalóan egy olyan döntésen belül nem értett egyet, és hogy ne hozza föl újra és újra. És, ha erre ugye valaki nem kap negatív visszajelzést, hát akkor az újra és újra meg fogja tenni. És ha elég, hogy is mondjam, kitartó, vagy, vagy elég, elég hatékonyan és eredményesen nyomasztja a saját főnökét, akkor, akkor simán képes újra napirendre vetetni. Tehát valóban ez az egyenes út a pokolba. Kikövezve, hiperdemokratikusan, hiszen nem akarunk elnyomni egyetlen véleményt sem, meg azt szeretnénk, hogy empatikusak vagyunk a munkatársakat, tehát megértjük, hogy őt ez zavarja, adunk erre neki időt, hogy ő ki tudja magából beszélni ez az ezzel kapcsolatos ellenőrzéseit, hiszen nekünk hát még véletlenül sem szabad utasítanunk arra, hogy a dolgát tegyen, nem? Hát majd meg kell őt motiválni, meg inspirálni arra, hogy majd a jó irányba menjen, nyugodtan hozza újra elő, majd újra végig megyünk ezen a körön. Nem? Az a baj, hogy mintha valaki tényleg félreértette volna ezt az útmutatót. Tehát ezeknek a javaslatoknak, és szerintem majd beteszünk a forrást az epizód leírásába, és tényleg pörgessétek végig ezeket a, ezeket a pontokat. Tényleg nagyon tanulságos, hogy, hogy ebből mennyi, mennyi tanács szint, nagyon apró változtatásokkal ott lehetne azok között, az ilyen top 10 uh, trending post között, ami, ami LinkedIn-en ilyen elképesztő népszerűséget uh, hoz a szerzőnek. Hát uh, sokkal kevesebb eredmény annak, szerintem. aki olvassa. Hetedik javaslat, hogy biztosd az embereket az óvatosságra, bátorítsd őket arra, hogy legyenek megfontoltak, átgondoltak, és kerüljük el a túl gyors haladást, amely kínos lenne, vagy nehézségekkel járnak későbbiekben. Akárhányszor ilyen döntési helyzetbe kerülünk, mindig nagyon élesen, egészen a legapróbb részletekig mutassunk rá azokra a dolgokra, amelyek félremehetnek, amelyek kellemetlenséggel járhatnak, amelyek nem sikerülhetnek, amilyen kockázatokat ez az adott téma rejt, és mindezt tegyük az óvatosság jegyében, és nagyon jól illeszkedik ide az, amit te említette, hogy itt nyilván mindenkinek a, az aggájait meg kell hallgatni, és külön első körben fel kell szólítanunk azokat, akik ellenzik az adott, az adott javaslatot, és meg kell hallgatni, és egészen addig nem szabad tovább menni, ameddig az ő minden ellenvetésükre nem válaszolunk. És a nyolcadik pont is ide kapcsolódik, hogy be worried about the propriety of any decision. De bármilyen döntéssel kapcsolatban mindig aggodalmas, hogy szabad-e Konfliktusba kerülünk -e ezzel valamilyen magasabb szinten ülő emberrel. Konfliktusba kerül -e ez a döntés valakinek az érdekeivel, vagy akár a saját jövőbeli céljainkkal? És ezzel mindig jó sokat gondolkozunk el. Na, kezdem azt érezni, hogy a CIA pikkel a c egyébként ez alapján. De egyébként ez a veszélye annak, hogyha hagyod például ezt a típusú ilyen természetes alapállását eluralkodni valakinek a munkahelyén. Tehát, hogy ez csak, hogy kicsit már fordítsuk komolyra azt, mert vége az az érzésem, hogy még a végén félreértenek minket, hogy ezt komolyan javasoljuk. De hogy itt tényleg, tehát, hogyha nem adsz negatív visszajelzést például egy, egy, ilyen, egy ilyen személynek, ugye nekünk is volt, illetve van is olyan kollégánk, akinél azért igen magas ez az érték. Tehát, hogyha nem zárod le egy ponton a mérlegelést, vagy az adatgyűjtést, a koncepciógyártást. Ha nem mondod azt, hogy én megértem, hogy számodra a nehézséget okoz az, hogy most egy gyors döntést kell hoznunk, de muszáj meghoznunk, és akkor visszatalva az előző témára, mert most van itt ez az időablak, amivel mondjuk ezt a technológiai ugrást megcsináljuk, és én értem, hogy ezer helyen elromolhat, és lehet, hogy a, a bemutatósón az iPhone fel fog robbanni a kezembe, mert még nem tartunk ott, hogy, hogy ez egy tökéletes készülék legyen, de akkor is meg fogjuk csinálni, és akkor is meg kell csinálnunk, és most le van zárva vita, és megyünk tovább. Na akkor, akkor valóban az a helyzet áll elő, amire a CIA készítette ezt, a, ezt az útmutatót, hogy ezek a szervezetek így meg, megalvadnak, vagy így beavasodnak, vagy én nem is tudom, milyen a megfelelő kifejezés. Senki nem mer lépni, mert még nincs meg minden információ, ami alapján tudnánk lépni, de hát az a minden, az ugye az a helyzet, hogy az sosincs. Tehát, hogy olyan állapot sosincs, amikor minden kész, és minden információ birtokában meghozom a tökéletes döntést üzleti környezetben ez, ez, lehetetlen. De nem csak üzleti környezetben egyébként. Tehát nincs az a számítási kapacitás a világon, ami minden döntés összes lehetséges következményét képes lenne előre kiszámítani. Tehát valóban, ha tönkre akarsz tenni egy szervezetet, akkor hoz lassan, kínkeserves lassúsággal a döntéseket, és helyezd a fókuszt minden változás menedzsment folyamatban az ellenállókra. Tehát akiknek ezzel biztos, hogy problémájuk van. Ezek szerintem tök jó tanácsok. Nagyszerű kiképzést nyújtott a CIA-n, azt gondolom rengeteg embernek világszerte. Nem gondoltam volna, hogy ilyen nagy hatással voltak emberekre, és hogy önkéntesen és ügynökeiként dolgoznak. Hát akkor tulajdonképpen ők a Szovjetunió utolsó titkos nem is tudom, követői, vagy én nem tudom. Igen. Valamikor szólni kellene nekik, hogy most már álljatok le, srácok, Igen. már vége Eljártétek a Szovjetunió. A No, hát, hogyha már itt tartunk, és azt nézzük, hogy hogyan tudunk etikátlanul viselkedni egy munkahelyen, akár szándékosan, akár nem szándékosan a harmadik témánkhoz elérve, egy kicsit, hát a mosoly az így lefagy az arcomról, mert hogy egy 100 millió dolláros bírságról adtak hírt nemrég, és ez nem más kapta, mint az Ernst Young az Egyesült Államokban, ugye a Big Four, a négy nagy könyvvizsgáló cégnek az egyike. És nem is akármiért kapta ezt a 100 millió dolláros bírságot. Kiderült ugyanis, hogy egyes könyvvizsgálói a cég engedélyével csaltak az etikai vizsgákon. Tehát csaltak bizonyos vizsgákon, és így szerezték meg az engedélyüket, így kaptak arra lehetőséget, hogy elmenjenek cégekhez, és keressék az ottani hát, visszaéléseket. Hát most majd kell egy jó könyvvizsgáló a könyvvizsgálóknak erről, csak ez jutott eszembe, mert hogy ugye lényegében miről van szó? Ugye nem csak arról, hogy, hogy az alkalmazottaik csaltak, hanem hogy a cég tudott erre, hát hogy bizonyos esetekben támogatta még is. bátorította, támogatta is. Egy, kettő, amikor fényderült egy, az első ügyekre, ez, egy hosszan elhúzódó nyomozás volt, ami végül felfejtette ezt az egész szövevénye sztorit, akkor ugye, hát amellett, hogy mindent megtettek, hogy megakadályozzák a magát a nyomozást, és akadályokat gördítottak a nyomozás elé, és falasztak a munkatársaknak, és hazudtak, tehát lényegében félrevezették a, 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 hatóságot. Tehát, hogy ez, ez elképesztő sztori, és hogy értsük ennek, vagy érezzük ennek a súlyát, azért ez a négy nagy, azért ez olyan cégóriásokat is könyvvizsgál, mint mondjuk egy BP, vagy akár egy Facebook, és emellett egyébként olyan állami szerveket is, mint mondjuk a, nem tudom, az amerikai pénzügyminisztérium, vagy a Fed. Tehát, hogy, hogy azért az, hogyha valaki itt csal, azért az nem pontosan olyan, mint amikor én mondjuk előre megtudtam a, nem tudom, az angol szó dolgozatnak a kérdéseit, vagy, vagy a, az érettségi megsúgja a magyar tanár, hogy barról a negyediket húzd, mert abban van az egyetlen vers, amire emlékszel az elmúlt hat évből. Tehát azért érezzük már azt, hogy ennek a csalásnak mi a súlya, és hogy... A 100 millió dolláréken soknak tűnik, szerintem kevés, teszem hozzá, mert ennek a kár potenciális károkozás sokkal nagyobb volt 100 millió dollárnál, tehát azért, hogy mondjam, Amerikában a pénzügyi szereplőkkel szemben nagyon ritkán csattan úgy isten igazából az ostor, ha ezt nem hiszed el nekem, akkor nézzem meg bármilyen dokumentumfilmet 2008-9-es pénzügyi válságról, hogy ott a bankok milyen dádát kaptak, hát lényegében semmilyen. De hogy, de hogy azért rámutat egy másik jelenségre ez a nagyvállalati csalások jelensége, azért ebből volt jó pár, és hogy ha más nem köszönhetünk ennek az algoritmus kapitalizmusnak, vagy megfigyelő kapitalizmusnak, vagy nem is tudom minek szokták ezt mostanában már nevezni, azt azért igen, hogy most már ezek a csalások legalább, ha nehezen is, meg talán a, hogy is mondjam, a hétköznapi emberek szintjén úgy érezzük, hogy az igazságérzetünknek nem megfelelő módon lesznek büntetve, de hogy legalább fényderül rájuk és nem hiszem, hogy ezt mondjuk 20 évvel ezelőtt e, egyrészt meg merte volna tenni ez a cég, ez is egy érdekes kérdés, a másik meg, hogy 20 évvel ezelőtt mondjuk kapott volna akkor a e, sajtó ez az ügy, vagy besöpörték volna a többi nagyvállalati korrupt működés e, szőnyege alá szépen ezt a sztorit. Valahol nehéz ezek után komolyan vennem bármilyen Morális megnyilvánulást egy-egy vállalattól, és ezért vagyok nagyon óvatos, amikor egy-egy vállalat morális ügyek mellé áll be, mert hogy amikor látjuk, hogy ugyanezek a cégek olyan konkrét kérdésekben, ahol, ahol van tétje ennek, tehát én nem csak a szavak szintjén kell valamit elmondani, hogy valami mellett kiálltam, állítólag, tét nélkül, PR kampányként, tehát egy-egy ilyen kérdésben megbuknak, és akkor itt sorra lehet hozni ezeket a, ezeket az ügyeket, lehet hozni itt most az Enszengyángot, de hát itt volt a Volkswagennek a kérdése, itt van a, a Boeingnek a kérdése, ahol nagyon sok ember halt meg, amiatt mert ugye gyorsítani kell, gyorsítani kell, nyerni kell a versenyben, és nyilván saját magukat is lábon lőtték, nem is kicsit, de nem őket sajnálom ebben a helyzetben, hanem azokat, akikkel akikkel itt kiszúrtak, de lehetne nézni akár a Disneynek a ténykedését. Rengeteg ilyen vállalatot, ahol megnézzük azt, hogy bizonyos ügyek mellé hogyan állnak oda, éppen, éppen, mikor van rá szükség, és megnézzük a gyakorlatot, a gyakorlati működést, és a kettő között a kettő között semmilyen hasonlóság nincsen, és az az érdekes, hogy, hogy minthogyha ezt nem is igényelne a világ. Tehát, hogy mintha sokkal fontosabb lenne, hogy milyen zászlót tűzöl ki, mint az, hogy egyébként te magad hogyan működsz. És ilyen szempontból sok vezetői tréningen lehet hallani, hogy azért legyél becsületes, mert hosszú távon ez kifizetődő, meg azért legyél etikus, mert a rendes főnökök jövő. Én ezt azért hiszem el nagyon nehezen, mert látjuk azt, hogy mennyire sikeresen működnek azok a cégek, azok a vezetők, milyen pénzeket visznek haza, akik nem így működnek. Tehát nem tudom azt mondani, hogy, hogy feltétlenül akkor leszel az Young csúcsán, hogyha te vagy a legbecsületesebb ember a szervezetben. Már könnyen lehet, hogy nem, mert hogy a becsületességedet nem teheted ettől függővé. Tehát ha a sikert célzod be, és azt mondod, hogy oké, okay, az erkölcsösség, az etikus működés az egy jó eszköz lesz, ebből a szempontból, akkor én el fogom engedni az etikusságot abban a percben, ahogyan az már nem jó eszköz. Tehát, hogy nem tudok ilyen, ilyen jellegű érveket felhozni a mellett, és több vezetői tréninge hallottam már ezt, szerintem ez nem igaz. Szerintem sem igaz. Nem, nem valamilyen, nem instrumentalizáltan kell etikusnak lenni, hanem etikusnak kell lenni, mert az a helyes. Ha pedig nem vagy az, akkor helytelenül viselkedsz. Lehet, hogy ettől még sikeres leszel és eredményes, de ez egyszerűen csak helytelen. Ez, ez az egyik. A másik, igen, tehát nyilván ennek a, tehát a cégek, nem is tudom, ki mondta, de hogy a nagy cégek azért költenek pr mert hogy egyébként ezzel próbálják a rák ismeretüket kifizetni, amit meg egyébként pont a mindennapi etikátlanságok sűrű láncolatából szokott így összeszövődni egy ilyen jó nagy batyú a háton. De hogy itt valójában arról van szó, hogy, hogy miért, kérnek, miért kérik számon ezeket a célket, és miért nem. Tehát igazából ez az alapvető kérdés, hogy te fogyasztóként miért kér számon cégeket? Azért, mert nem elég felvilágosult, azért, mert nem eléggé tényleg helyettes is be az aktuális elvárást, vagy pedig azért, mert egészen egyszerűen a főtevékenységüket etikátlanul, vagy, vagy hát legalábbis ilyen szürkezónás módon végzik. Hát szerintem az előbbi miatt érdemes. És kevésbé a kulturális, politikai állásfoglalások hiányát, vagy meglétét lenne érdemes vizsgálni, amikor egy szárazatot teszünk mérlegre, vagy annak a szívét tesszük mérlegre, hogy ez most akkor a jobb sorba megy és a pokolba, vagy pedig a, vagy balra áll, vagy éppen fordítva. Te vagy a teológus. Ugye nagyon, nagyon hasonló jutott eszembe, ahogy most erről beszéltél, mert ugye sokszor szoktunk hallani ugye a reformációról, meg az akkori időszaknak a rómájáról, hogy ott mi történt, és aki ezt nagyon elítéli, de azt mondja ma, hogy, hogy lehetnek ezek akármilyen aljas emberek, de hogyha megfelelő ortodox dolgokat teszik. És itt van ez a 3-4-5 nyilatkozat, ami megtalálható, és elmegy a HR vezetőjük egy konferenciára, és elmondja, hogy milyen nyolc érték mellett áll ki, és hogy milyen, ö, 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 milyen módon változtatja meg a profilképét éppen valaminek megfelelően. Ez pontosan ugyanaz a, az a gyakorlat, mint ami mondjuk a reformáció idején Rómában volt, hogy igazából tök mindegy, mit csinálsz. Vegyél a Megvetted a céduládat, és akkor rendben vagy. Ha ha ez rendben van, és ezt elfogadjuk, akkor, akkor mondjuk azt, hogy az is teljesen rendben volt, és akkor hagyjuk a középkori egyház kritikát. Megdöbbentően hasonló a működés, hogyha megfelelő dolgokat mondod, és nekünk szépen keresztbe fekszel, akkor innentől kezdve csinálhatsz akármit. Mert hogy nekünk ez érdekünkben áll, hogy te továbbra is a pályán legyél, és hozd a, hozd a bevételeket, támogass bennünket, és stb. Csak nem látom a lelkes Luther Mártonokat, tudod? Mm. Tehát, hogy aki azt mondja, hogy hát ez felháborító, és akkor és, és nyilvánvalóan nem tudod látni, mert hogy itt a, hogy is mondjam, itt nem egy Rómáról van szó, hanem, hanem Rómák ezreiről. És nekem a szemmeggyőződésem, hogy, hogy a felét nem tudjuk, a felét, egy századát nem tudjuk annak, hogy ezeken a szinteken mi szokott történni. Most egyébként ugye a, a jut eszembe a vállalati botrányok, ugye a Credit Suisse-t azt hiszem most, most rótták meg először pénzmosás miatt. De hát tudjuk, hogy 200 év, amióta az a bank áll, az... Az egy pénzmosoda. Tehát ne tegyünk már úgy, mintha a Credit Suisse az elmúlt két évben kezdte volna rejtegetni offshore számlákon többek között bérgyilkosok, meg nem tudom, milyen embereknek a pénzét. Hát ez. Hogyha a svájci bankok nem segítkeztek volna, Argentinába szökni a náci tiszteknek, meg meg korábbi náci felsővezetőknek. Hát. Én ezt a képmutatást nem, nem nagyon bírom elviselni, ami, ami e el körül van, hogy akkor itt van a nagy megdöbbenés, a nagy megdöbbenés a 100 millió dollár, hát most őszintén szóval ezt nagyjából olyan röhögve fogják kifizetni, mert hogy ebből az etikátlan működésből fakadóan vajon hány ember úszott meg, hány cég, hány szervezet, hány akár kormányzati szervezet úszott meg komolyabb büntetéseket, mert akkor véletlenül nem tárták föl, azokat az ügyeket, amiket fel kellett volna tárni. Arról is beszélünk, hogy, hogy hogy létezik az, és akkor most én leszek ilyen utálom a kessé, de hogy 2022-ben hogy is van az, hogy a világ vezető nagyvállalatainak kb. kétharmadát ez a négy nagy cég könyv vizsgálja, és egyébként egymás között rotálják az ügyfeleket, mert ha ez egyik helyről kilép az Ernst Young, akkor belép a KPMG, és ezt nagyjából mindenki tudja, hogy ez így fog ö, ö, működni. Ez nem ad egyébként lehetőséget a visszaélésre. Ezt, ezt nem tekintjük kartelezésnek. Az tényleg az, az zavarta a világot, hogy Pilgész letarolta a windows zal a, a, a piacot, mert senki nem tudott egyszerűen még csak megközelítőleg se felhasználó felhasználóbarátabb dolgot csinálni addig? Tehát ne legyünk már ennyire elszentek. Vagy akkor legyünk elszentek, de akkor viszont ne büntessük meg az önsztályánkot sem. Akkor fogadjuk el, hogy az Ernst Young azzal váltotta meg a lelkismeretét, hogy adott 30 millió dollárt a ültetésre. És akkor nézzünk félre. Szóval nehéz lenne itt most egy Luther Mártonnak igazságot tenni ennél, ezért ez jóval bonyolultabb, de ami biztos, és ami nekünk viszont segíthet, az az, ha mi semmilyen abstrakciókat kérünk számon, szervezeteken vagy cégeken, nem azért bolykottálom a kokakólát, mert kitett két, nem tudom, ölelkező férfit egy plakátra, és ez engem felháborít, az, az, az háborítson föl, kimondom, az basszom föl, hogyha a Coca-Cola adócsa. Vagy hogyha nem tartják be a biztonsági előírásokat a gyártás során, és kis üvegszilánkokat nyelnek a mexikói gyerekek, egyébként megtörtént. Tehát ez Ezt háborítson föl, nem a Love is Love kampány, meg nem annak az ellenkampánya, meg a bolykotnak a bolykotja. Nem meg a... a kampánynak a hiánya, hanem azt ismerjem el, amikor egyszerűen működnek, és nagyon sokszor látom ezt, hogy egy-egy cégen számon kérnek valamit, hogy egy bizonyos ügyben nem állnak bele, egy bizonyos kérdésben nem szólalnak, meg még nem mondják el véleményüket, és a többi. Itthon ez kevésbé jellemző, bár időnként ez is megjelenik, de sok helyen ez is ott van. Nekem fontosabb az, hogy egyszerűen jól működjenek. És az egyes, Egyesült Államokban van egy néhány ilyen cég, akik egyszerűen mindenből kimaradnak, semmiben nem állnak bele, sepró, se próság, kontra, nem támogatnak politikai erőket, nem támogatnak politikai kampányokat. Ők azt mondják, hogy mi egyszerűen csak csináljuk a dolgunkat. És a vásárlók szeretik őket, a nagy közönség állítólag utálja őket, persze. Hát időnként bemegyek én is, meg élek ezekkel a termékekkel, mert szeretem, mert hát amúgy is nincsen más, nem tudok más választani. Hát igazából ezért szép a kapitalizmusnak ez az oldal, mert lényegében szavaztál amellett, hogy ezek szerint mégiscsak támogatod azt, amit csinálnak, mert egyetértesz ezzel. Üm. Csak hogy ne helyezzük át az életünk fő konfliktusét egy olyan szintére, ami nem, a, nem az életünk fő konfliktus, nem is csak a fő konfliktusairól, nem ilyen típusú konfliktusokról szól. Igen, <gül> <gül> tehát hogy miért akarjuk a cukrositalon keresztül megvívni az, az ideológiai vitáinkat? De hát ez, ez már, azért vegyük észre, hogy ez már tényleg olyan, mint amiről a Debor írta a, a látványtársadalmában, hogy hogy itt már tulajdonképpen árnyékboxolunk, könyörgöm. Hát, hogy absztrakt dolgokon vitatkozunk, absztrakciókon keresztül. Ez nevetséges. Menjél oda, alapítsál pártot, civil szervezetet, veszekedjél, lépjél be, tüntessél, csinálj, mit akarsz, tényleg. De az, hogy te most egy összeszerelő üzemet ö, fogsz bolykottálni, adott esetben, vagy nem veszek föl egy Zara nadrágot, mert a Zara elpusztította az Amazonast, nem igaz, de mi lenne, ha igen? Én nem, nem, én nem fogok, nem, nekem ez, nekem ez nem. Ez nem helyettesíti a cselekvést. Ez, ezek valójában mind-mind mind, 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 mind pót cselekvések. Miközben az igazán simlis dolgok fölött meg lazán azt mondjuk, hogy tehát ez a hír, amiről most beszélünk, ez itthon, nem, hogy címlapot nem ért. Én egyetlen magyar hírportálnak a, a, az oldalán nem láttam. Egyet, lehet, hogy a HVG erre a üzleti portálnál sem, ahol mondjuk ezeket a cégek hirdetők, ezekkel nem szoktunk nem, találkozni. Nem, nem, és azt se tudom, hogy egyébként erre mondjuk az adott konferencia szervezők, akik, akik mondjuk ennek a cégnek a különböző lágazásét foglalkoztatják, meg ugye elfogadják a pénzüket, azok vajon ehhez így hogyan visszajönnek? Egy kerek azt feltennék ezt a kérdést szerinted? Hát valahogy az az, az előadás adás után a Kivandében. Hát Nem, de az biztos, hogy arról meg fogják kérdezni, hogy mi az a nyolc alapérték, amiben hisznek. És nem igen. fogják köztámítani azt. A becsületesség lesz hogy... az, az egy. Igen, hogy megúszni a korrupciót, ez az a nyolcadik alapelvünk. Vagy a büntetés alól ki kell magunkat dumálni minden helyzetben. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nyilván egy hazai leányvállalat is ugyanúgy felel, de azért mégiscsak, hogyha ugyanaz a címke van, akkor lényegében ugyanazt képviseljük, hogy itt megint csak az, hogy, hogy vezetőként az egész szervezetet képviseljük, és bizony egy magyar leányvállalatnak a vezetőjét ugyanúgy meg lehet kérdezni erről, hiszen ő képviseli ezt a szervezetet. És egyébként ilyen szempontból lenne jó itthon egy ilyen üzleti sajtó, aki ennek utána jár. Nyilván úgy nehéz, hogyha ezeknek a cégeknek a szponzorációjából él valaki. Lehet, hogy ez alap is abból élne, úgyhogy erre most kevés esélyt látok, Peti, a közeljövőben. Minden esetre döntsük el, hogy, a, hogy Luther vagy Búcsú Cédul. Ez azt hiszem, hogy egy jó volt, és hogyha valaki csak ezt a mondatot hallotta, akkor azt gondolhatta, hogy ez egy egyhez történeti adás volt, és elég sok történelmi visszautalás volt a CIA-től kezdve az európai nagyvállalatok előző 40 évén át, most végül a Ösztányánkhoz és Luther Mártonhoz, valamint a pápához jutottunk el. Örülünk, hogy elünk tartottatok. Hogyha van témátok, amiről szívesen hallanátok ezeken kívül, akkor írjátok meg a kandallókukaconlifepodcast.hu címre találkozunk a jövő héten is, és egy vagy két adásunk lesz még, mielőtt nyári szünetre megyünk, ez majd még eldől. Az utolsó adásban azonban, az évad záron, szeretnénk a ti kérdéseitekkel foglalkozni, tehát hogyha van olyan kérdésetek, témátok, amivel szeretnétek, hogy az évad zárón foglalkozzunk, akkor vagy e-mailben küldjétek el, az imént említett e-mail címre, vagy írjátok be YouTube-on kommentbe, vagy a Facebook csoportunkba. Tartsatok velünk a jövő héten is. Sziasztok!